Miből él Seik? Ki fizet? Honnan kapsz megélhetést, fizetést? Jó kérdés, mert mindegyik kérdés arra utal, hogy ki van a hátteremben. Alkalmi munkából élek, mindig abból, amit a sors dob. Nincs se cégem, se egyházam, és én se járok se céghez, se egyházhoz. És élek egyik napról a másikra. Vannak segítőim, akik adnak szállást, de pénzt soha. És te se adj, mert annak nyoma van. És aminek nyoma van, jön a duma, hogy ő pénzel téged, és te azt mondod, amit ő akar. Én azt mondom, amit Allah akar, Szubhánahu ve Teala. Persze, ahogy én értelmezem őt, és mindig hangsúlyozom, nem az az iszlám vagy helyes út, amit én járok, hanem ez az iszlám, ahogy én értem, az más. Az igazi értelmezés Allahnál van. De te is próbáld meg a saját utadat járni, és leválni azokról a függőséget okozó központoktól, aki miatt te nem beszélhetsz szabadon, be kell fogd a szádat, moderálnod kell magad. De azért ilyen túlzásokban ne esd, mint én. Ez már egy hülyeség, ami nálam van. Neked van családod, neked van felelősséged, valamilyen szintű kompromisszum kell a függőség és a szabad élet között. Reméljük megtalálod. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.